csoport elsőségre fel. Jó estét kívánok! Lárvik Győr mérkőzés következik a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjéből. A norvég csapat egy góllal nyert Győrött a két együttes első szezonbeli tétmeccsen, és két ponttal vezet a BL egyedüli 100%-os társaságaként ebben a csoportban. A magyar csapatnak vagy egy gólnál többel, vagy egy góllal, de 26-nál több lőtt góllal kell nyernie ahhoz, hogy valószínűsíthetően megszerezze a hatos első helyét. A Larvik győzelemmel az utolsó két forduló eredményeitől függetlenül már most első lenne. Sokat pedig abban nem fogunk hallani, hogy a magyar szurkolók éneklik a himnuszt, mert hogy valami helyi muzsikát is felhangosítottak, pedig nyilvánvaló, hogy ez történik most a helyszínen, mert természetesen Norvégiában is ott vannak a magyar szurkolók, akik ilyenkor javarészt többnapos buszúttal érkeznek meg a helyszínre. Így volt ez akkor is, amikor a két csapat kettő esztendővel ezelőtt bajnokok ligája döntőt játszott egymással. Az első mérkőzést idegenben, a másodikat hazai pályán, Veszprémben nyerte meg a Győr. És hát az, hogy két olyan csapat találkozik most, amely egymás ellen BL finálét is vívott, azért jelzi a rangját ennek a csatának, illetve az is, hogy mind a kettő társaság 100%-os volt addig, amíg nem találkoztak Győrben a felek. Akkor egyébként a Győr 22 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatát veszítette el a bajnokok ligájában, és most is van egy sorozat, amelyre vigyázni kellene, mégpedig az idegenbeli meccseken mutatott veretlenségi széria, amely most már a 2012-es BL döntő óta tart, csaknem 3 éve és 18 mérkőzésre rúg. Ezt jó lenne megtartani, és hát persze a csoport elsőség sem lényegtelen, bár Ambrose Martin elsősorban arról beszélt, hogy nem a csoport első helye miatt szeretnének nyerni, hanem azért, mert minden találkozón győzni akarnak. A Larvika lehet még erősebb lett, mint volt a győri mérkőzésen, hiszen akkor nem volt sem Tonja Larsen, sem Liniorum Sulland az együttesben, itt pedig Heidi Lőke, akit egy Budapestre érkező kép alapján még a biztonsági őr is öleléssel várt a Larvik csarnokánál. Ugye Lőke szerepelt ebben az együttesben, és amúgy is imádják Norvégiában. Itt van tehát a Larvik csapata. Hasanics kapus volt az, aki jobb teljesítményt nyújtott a hálóőrök közül. Győrben Vojtás pedig csapata utolsó négy gólját szerezte a 25-26-os végeredménnyel záruló meccsen. És ott látjuk Sulland nevét is ebben a felsorolásban, és Tonja Larsenét, aki egyébként most már 40 esztendős, igazán rutinos, elsősorban védekezésben bevethető játékos. Oleg Gustav Gjekstad, egy nagy stratéga, aki befejezi nyáron a Larviknál a munkát, és itt pedig a győri keret, amelyben az első meccshez képest ugye egy újdonság van, Kari Olvi Grimsbø, aki nagyon jól ismeri a csarnokot is, az ellenfelet is, hiszen a Biasen játékosaként török második volt Norvégiában a Larvik mögött, és Ráfjord például a Larvik csapatából gyakorlatilag vele együtt nőtt nemzetközi szintű kézilabdázó van. Már is egy hiba, Ambrose Martint írják ki, pedig a képen mi nagyon jól tudjuk, hogy Danyi Gábor szerepel. Ez azt hiszem elég súlyos tévedés, és a sztárjátékosok. Rigelőt, aki most már 89 gólt szerzett a két csapat egymás elleni csatáin, 7 gólig jutott Győrben, és Heidi Lőke, aki tehát erősítette a Larvikot is, és akit mindig külön szeretettel várnak Norvégiában. Casador és Nicolau, két portugál játékvezetőket nem olyan régen láthatták a kézilabda barátok, méghozzá a Veszprém Celje meccsen. Azt nem lehet állítani, hogy a legkomolyabb kézilabda kultúrából érkeztek volna. Reméljük, hogy a tempóval és a színvonallal tartani tudják majd a lépést. A Larvik kezdi a mérkőzést, amelynek elsősorban a jobb oldala volt veszélyes a két csapat első csatáján, hiszen Rigelőt mellett Mörk is 7 gólig jutott, viszont a döntő találatokat a balátlövő Vojtás szerezte. Breivang irányít Nora Mörk, a falban Fráfjord, Mörk teszi vissza Breivangnak, Vojtás, a Győr pedig egy hatos falas védekezéssel kezd.
Milanović, Litre és Szeny ebben középen. Itt van Gyekstad. Korsos, Kovacsics, Lőke, Bognár Bódi, és a kapuban ezúttal Grimsbő kezd. Vojtász, Kráfjord nem tudta begyötörni magát. Szeny kapott segítséget is abban, hogy megállítsa, és megakadályozta a kapu felé fordulást. Ez nagyon fontos ilyenkor, mert ha sikerül a játékosnak a kaput a szeme elé keríteni, akkor alig, hanem hetest kap közben. Győri labdaszerzés. Lőkét rántják el. Breivang tette ezt. Itt van Breivang, aki sárga lappal bűnhődik. Ugye Solberg, Breivang, Rigelüt, Nora Mörk és Heidi Lőke is Európa bajnok volt azok közül, akik a pályán, és tegyük hozzá, egy Grimsbő is. A kapus viszonylag korán megsérült a magyar-horvát közös rendezésű EB-n, és le kellett cserélni. Az ellenfélnél Hammerzeng védekezésben a pályán. Nora Mörk helyére érkezett. Az ellenfél tehát egyet cserélt, és a zárt hatos falat választja. Nálunk pedig Susan Müller jött Milanović Litre helyére. A hosszú oldalról kell majd az első fél időben cserélni a német átlövőt. Kovacsics élete egyik legjobb meccsét játszotta otthon, és most is gólt szerez. 0-1, 10 gólt lőtt a Győr-Lárvik meccsen Kovacsics, amikor soha pályafutása során BL meccsen nem jutott addig. Vojtász, Breivang, Mörk, Vojtásznak készítenek elő, Grimsbő ragyogóan érezte, hogy hova kell menni. Bognár Bódi Szenynek, Milanović Litre benn maradt egyelőre, és befordul, hetes! Nem egyből ment cserélni Milanović Litre, hanem gyorsan felállt egy kétbeállós játékra a győri csapat. Ezzel persze egyszer mind meg is akadályozta, hogy az ellenfél cseréljen és behozza Hammerzenget. És ez a meglepetés erejével hatott. Kovacsics Anikó minden hetesét belőtte a Lárvik elleni első találkozón. 5-ből 5-öt. Sandra Tofta kapuban, az ellenfélnél dán válogatott játékos. Neki nem ment igazán Győrben. Kovacsics, ejt, ó! Ez gyengécske volt. Jobb lett volna erőből meglőni ezt, de persze utólag könnyű mondani. Az is igaz, hogy Toft annyira mozdulatlanul állt, gyakorlatilag a négyes vonalon szinte, hogy az ejtés jó megoldás is lehetett volna, ha pontos. Mörk, Vojtász, felső léc, marad a labda a hazaiaknál. Vojtász kér törlést. Szeny még időben kilépett, és fogta az ellenfél lövőkarját, hogy ezt tanítják is. Itt van tehát Vojtász, és Ambrose Martint is megtalálták, pedig azért Norvégiában ismerhetnék, mert amúgy nyert egy BL-t, egy döntőt a Lárvik ellen, de egy másikat el is veszítette az Ichako spanyol együttes kispadján. Mörk, Vojtász, Grimsbő, megint egy kemény szabálytalanság, sárga lap. Milanović Litre, ő kapta a sárgát, Szeny szemből szabálytalankodott, Litre viszont a csel után oldalról, hátulról támadta a lengyel átlövőt. Vojtász, Breivang, Mörk. Mörk megint, Vojtász, lehúzzák, de azzal nem lehet bemenni, Bognár Bódi. Ennél azért határozottabb védekezés is jó lett volna. Majdnem bevitte így lendületből, kicsi erőszakosan az ellenfél játékosa, de aztán nem tudta Solberg. Egyelőre a hatos fal működőképes, és Grimsbő is jó. Breivang
egyenlít a Larvik. Igen, hát ő Fráfjord a beálló nem ő lőtte a gólt, hanem Breivang. Gyakorlatilag ezt az egyfajta lövést alkalmazza Breivang. Egy egész váratlan közbelövés, kitámasztással, villámgyorsan kivitelezve. Müller, Kovacsic, Szeny. Lőke, most indul el a figura. Müller, Szeny, megvan a csel, lehetett volna lőni. Lőke, most nem benne a falban, Kovacsic, ő pedig nem tudja tovább vinni. Egyszer megvolt a lehetőség, Szenynek tán el kellett volna engedni a labdát. Most Müller középen. Kovacsic, Müller. Erőltetni a 2-2 elleni játékot bent Müller és Lőke. Ugye ez remekül szokott menni, klasszis átlövőre kilépnek, akkor a klasszis beállónak pedig van helye. Ez korsósé 7 méteres. Breivang volt végtelenül kemény, akinek van már egy sárga lapja. Itt a kipattanó, Breivang pedig kereste az ütközést, és alig, hanem megkapta a 2 percet is. Így van. 7 méteres és emberelőny. És most Müller lövi a hetest, eddig a Bajnokok Ligájában egyet sem vállalt győri színekben. Áj, a második büntető maradt ki. Ezeken az apróságokon múlhat, hát már amennyivel apróság. Rántala, korábbi olimpiai bajnok dán kapus, aki a Larvikban fejezte be pályafutását egy évvel ezelőtt. Ő a kapusedző, ő segít Toffnak. Csak a hazai mérkőzéseken van jelen, Rántala utazni nem nagyon szokott. Régelőt, összeszedi Fráfjord, és kapufa, ezt pedig tovább engedi Kovacsics. Lőke, Szeny, Hammerzeng lökte fel Lőkét, méghozzá 2 kézzel, és utána elnézést kér a korábbi válogatott csapattárstól. Az a nagy baj, hogy a védekezés ragyogóan működik, és megvannak az esélyek arra, hogy növelje a különbséget a Győr, de eddig nem tette, sőt, hagyta az ellenfelet egyenlíteni. Müller, ez nagy gól, és tőle ez kell. Egy gólt szerzett összesen Susan Müller a két csapat első találkozóján, és a 20. perc környékén megsérült. Egy eléggé komolyan nem vehető ütközésnek tűnt az, amikor összeragyott, aztán nem tudta vállalni a folytatást. Utána jött a nagybánya elleni idegenbeli meccs, azon már ragyogóan kézilabdázott, és ontotta a gólokat. És ő lehet az a plusz, amivel most nyerhet a Győr, mert hogy az első meccsen igazából nem emlékeztetett arra Susan Müller, akit szerződtettek a Magyar Város kézilabda csapatához, arra annál inkább, aki szerepelt ősszel. Fráfjord belövi. 2-2. Most nagyon messzire kijött a magyar védőfal, és óriási helye volt a beállónak. Hogyha mutatnak lassítást, akkor lehet látni, hogy Kovacsics is előrelép, Korsós is fent van, Fráfjordra pedig gyakorlatilag senki nem figyelt. Nagyjából 8 méterre álltak a kapujuktól a győriek, mögöttük volt egy 2 méteres sáv, ami megjátszható volt. Müller, Kovacsics, Müller, gyönyörűen, Bognár Bódi, szép gól! Kettő, három, Breivang, Mörk, még tovább teszik, Fráfjord gyötörné be magát, de hát arrafele nincs út. Lőkének ez megérte egy sárga lapért is, és azt hiszem, hogy nekünk is. Eduard Amorim megkapta 2014 legjobb női játékosának járó elismerést az IHF-től, és hát gyakorlatilag védekezésben az ő pótlása az, ami igazán nagy feladatot jelent a győrieknek.
mint hogyha ez a Milanovic-Litre szenny kettős egyre határozottabb és kombinatívabb, jobban összeszokott lenne. Szinte már ők irányítják olykor az ellenfél támadó játékát. Vojtást fogta meg Milanovic-Litre, aki könnyen lehet, hogy 2 percet kap, és még majdnem bele is sérült. Na nézzük. Szemből fogta meg Vojtást, viszont nem tudta maga előtt tartani. Ebből ember hátrány lesz. Mörk. Breivang, Vojtás. Neki készítik elő rengetegszer a lövőhelyzeteket eddig. Mörk nem nagyon cselesz, pedig egyik nagy erőssége, és sok gondot okozott, ez pedig Vojtás elrontja, megvan a labda, és most nem kéne kapkodni. De azt hiszem, hogy Ambrose Martin ezt már elmondta a játékosainak, ha nem tudták volna maguktól. Itt pedig a győri szurkolók. Bognár Bódi lőke, mind a két szélről történt egy befutás, aztán abból visszamozgás, lőke azért inkább középen maradt. Kovacsics viszi be! A szabad dobás is jó. Solberg az utolsó pillanatban lépett be Kovacsics elé, aki hetes szeretett volna. Nem jó a passz Müllertől. Hammerzenk szerezte meg, de legalább indulni nem tudnak. Breivang. Solberg, nagy helyzet. 3-3. Első lendületből nem ment a támadás, de a győriek hiába értek vissza. Pont lőke üresen maradt helyén, fejezték be a támadást. 3-3. Nagyon kevés a gól, két kiválóan védekező csapat. Müller, Kovacsics, Szeny. Müller. Kovacsics csak ijesztget. Müller. Ez lassan passzív lesz. Kovacsics nagyon okosan. Úgy dőlt, hogy nem lehetett más tenni vele szemben, mint sem szabálytalankodni, és most kiegészült a győr. Hammerzenk fogta meg. És hát ez sem egy szemből történt kétkezes fogás volt. Kicsit hasonlított Milanovic-Litre szabálytalanságára. Kovacsics. Müller nem lövi el, nem volt helye, Hammerzenk jól lépett ki, korsós, gól! Fent volt a játékvezetők keze passzív jelzésen, és itt látjuk azt a pillanatot, amikor Rigelőt elalszik. Lőke ugyan odament és zárt is korsósnak, de hát ha két kézzel blokkolt volna a védő, akkor nem lehet előni a labdát. Nagyon váratlan megoldás korsóstól. És megint megvan az előny. Vojtás, Grimsbő, le kellett érni megint, és egyelőre jól választja a sarkokat Grimsbő, ami alig ha nem, nem a véletlen műve, hanem a felkészültségé. Szeny teszi be, lőkét fogják hátulról, megint Breivang volt, aki roppant kemény védekezésben, de még egy ilyen eset, és meg lesz a második 2 perc, egész biztos vagyok benne. Kovacsics, Szeny, korsós, Szeny, az is jó még, 2 méteres, korsós harcolja ki, Szeny is lőhetett volna, Kovacsics már remekül húzta tovább az ittszerben lévő befutó balszélsőnek, itt látjuk, ő pedig csak hátulról tudta Vojtás szabálytalanul akadályozni, megint Kovacsics jön, és megint kimarad a 3. hetes, Dekár érte, Toft hárít. Igen jelentős lehetne a különbség a két együttes között, amennyiben a büntetők mennének. Nem tudom, hogy korsós miért nem lőhetest, eddig ugye ő volt Kovacsics váltótársa, most amikor kihagyta az elsőt, Kovacsics Müller jött, és 3. sem korsós.
egyenlít megint a Larvik. Solberg 4-4. De gyakorlatilag ezekkel a kihagyott hetesekkel a Győr tartja meccsben az ellenfelet. Szépen húzták végig, és Solberg a beugrásával hatalmas szöget teremtett magának. Szeny, lökezicere, ez is hete. Nem hetes, ez hetes és két perc volt. A lövő kezét ütötték meg Zicserben lőkének. Breivák, Müller labdát szerez, ha már bent maradt védekezni. Bognár Bódi, vigyázni, mert Solberg rendkívül gyors. Legalább a labda megvan. Ugye Müllert bizonyos esetekben labdavesztéseknél nagyon nehéz a hosszú oldalról cserélni. És ez gondot okoz a védekezés felállásánál. Labdát kell cserélni, és közben Hornyák érkezett Szeny pozíciójába bal átlövőnek. Szenynek minden adottsága meg lenne ahhoz, hogy veszélyesebb legyen az ellenfél kapujára, de egyáltalán nem hajlandó lőni. Grimsbő 50%-kal véd. Hornyák, Kovacsics, Müller. Hornyák befut majd második beállónak, így történt. Kovacsics. Bizonytalanná tette érzésem szerint Kovacsics Anikót, már az első kihagyott 7 méteres is. Nem beszélve a másodikról. Breivang. Megint lebirkózott egy magyart. Ezért most nem járt büntetés. Hornyák, Korsós, Hornyák Kovacsicsnak, Hornyák, a szép, Korsós, ó, de nagy volt, lőtt. És ő az első két gólos a magyar együttesben. 4-5, összesen 4 kapott gól egy fél-fél idő alatt, és így sincs jelentősebb előny. Ragyogó védekezés. A 2-3-as védőjét cseréli most a magyar együttes. Müllernek a hosszú oldalról, Hornyáknak a közelebbiről kell lejönnie, hogy Milanovic Vitrés Szeny pályára léphessen. A norvégok gyorsan hozzák fel a labdát, az ebben az esetben jelentős gondot okozhat. Bojtász. Mörk. Bojtász átemel. Breivang, ő meg beviszi Grimsbø. Óriási védés volt, hiszen már ugrott fel szemaforban, terpesztett lábbal onnan zárta vissza a lábát, Kovacsics pedig eladja, nem tudta, hogy még Breivang jön a háta mögött, ezért kár, mert Zicser az ellenfélnek, és 5-5, elképesztő hibák, és erről beszélt Ambrose Martin, hogy akkor van esély a győzelemre, hogyha minimalizálja a bakik számát a győri csapat. Az az együttes, amely gyakorlatilag abban, amit eltervez, lényegesen jobb, mint az ellenfél, utána malőrökkel felhozza a norvégokat. Kovacsics. Hetes. Ezt most hetesre fújják. Ezek szerint belül állhatott a védő. De hát jön a negyedik hetes, és azt hiszem, hogy a többségünk félve néz ez elé. Egyébként ez nem tűnt belül védekezésnek, inkább belemenés volt, mert talán az iménti lőke esetet kompenzálhatják. És akkor most Korcsós. Neki a posztjáról is ment, két egészen fantasztikus gólt szerzett. Jó lenne, hogyha a büntető is bemenne. Korcsós, ez bemegy, és milyen szemtelen lövés volt! Egész finoman a kapus feje fölé. Mind a két csapatban a bal szélső tart 3 gólnál. Hammerzeng most támadásban is fent. Mörk játsza be, Frafjord! Az az ejtés rossz! Így van. Mint ha mind a két oldalon nagyon tartanának a játékosok az ellenfél kapusától, túlhelyezik olykor a labdákat.
nem is az átlövéseknél, amelyekből egyébként nagyon sokat nem is látunk, hanem az ittszereknél, 7 métereseknél. Itt a két védő, a padon is egymás mellett, ahogy a pályán is. Breivang védekezésben bent van az ellenfélnél, most ő jön Nora Mörk helyére. Müller, Hornyák, és Aguilar is bejött 15-össel. Most ő az irányító. Müller, Hornyák, szép átemelés volt, belefújnak. Breivang ezt is megúszta, nem tudom, hogy meddig lesz ez így. Lőke szedi össze, ez is csak szabad dobás, hatalmas küzdelem. Minden egyes labdáért, ugye egy labda van, úgyhogy azért az egyért. Hornyák, Aguilar, lőke esett el közben bent. Müller, kijön a kapufáról ez is. Breivang. Rigel üt a rövid sarokba, 6-6. Rigel üt nagyon boldog, az első gólja itt van, amivel 2-re növetett volna a különbség. De nem akarja megtenni, ezt a szívességet a különbség nem teszi meg, pedig számtalan alkalma lett volna már rá. Korsós, Aguilar, Bognár Bódi, Müller, Hornyák, Aguilar, Bognár Bódinak gyönyörű figura, és elmegy a kapu előtt. Pontatlan lövés volt. Egyik nagyon szépen játszotta végig a győri csapat. Vezethet a Larvik a 20. percben. Hammerzen, Vojtas, Mörk, csak keresztbe viszi Vojtas. Milanovic Litre ütközött Vojtásszal, és úgy tűnik, hogy ez fájt a lengyel hölgynek. Igen, hát elég nagy lendülettel, mondhatni határozottan lépett ki Milanovic Litre. Ilyen ütközésből azért pár szokott lenni egy mérkőzésen. Lehet, hogy gyomorszájon találta, hogy még rosszabb helyen Vojtaszt. Hammerzen. Mörk. Test mellett Grimsbő tudta. Ez az egyik specialitása Mörknek. De hát ki tudná, hanem a válogatott béli csapattárs. Szenny teste mellett. Szenny is érezte, hogy ez jön. Próbált blokkolni. Nem tudta átvenni a Larvik a vezetést. Bognár Bódi helyére, Knedlikova jön a jobb szélre. Aguilar, Knedlikova, és bemegy a labda. Knedlikova a Bajnokok Ligájában a Larvik ellen mutatkozott be. És akkor Győrben egy gólt szerzett, most ez az egy már megvan, és egyelőre a széleken lehet ez ellen a rendkívül tömör és erős hatos fal ellen helyzeteket kialakítani. Kettő gólt szerzett már a Győr, az egyik kettőt a másik szélről, és közben hetest is harcolt ki szélső pozícióból. Grimsbø újabb védése. Nyilván lőkére jobban figyelnek, ő alig-alig megjátszható. Éppen ezért nem is lépnek messzire, átlövő sora pedig gyakorlatilag nincs a Győrnek, egyedül Müller az, aki távolról veszélyeztet. Már a két csapat első meccsén Kovacsics Anikónak is voltak átlövései, de ő azért mégsem az az alkat, aki távolról ágyúzhat. Hornyák, megint a szélen a helyzet, ezt most ott kiüti Korsós, próbált meg valamit, Knedlikovval elassítja az akciót, mondom én, de megint hozzák gyorsan, és visszatámadta Knedlikova helyére. Ha valaki elől marad, annak meg kell állítani az akciót, különben az ő lyukas posztján érkezik rögtön a gól. Nem először látjuk, és Solberg 4 gólos. Hornyák,
Müller nem tudja bevinni. Megfogták a karját. Müller. Az is nagy kérdés, hogy meddig ad még lehetőségeket a Győrnek a sors arra, hogy irányítsa a mérkőzést, vagy olykor két gólosra növelje a különbséget, mert ha ennyiszer nem él vele, akkor azért a végtelenségek nem jönnek majd a lehetőségek. Most Hornyák lőtt mellé. Hammerzenk. Mörk. Hornyák fogja meg. Hornyák elnézést kért, de nem azt kapott, hanem sárga lapot. Eléggé kaotikussá vált a képi közvetítés, elnézést ezért. Edina pályán még egy klasszis, akit bevetnek. Mörk. Hammerzeng. Grimsbø, a kipattanó pedig Solberg, és sajnos, de legalább nem tudnak bemenni vele. Edin. Mörk, Edin, Hammerzeng. Solberg teszi be, Hammerzeng Edinnek. Mörk, Hammerzeng. Óriási gól. És a Larvik most először vezet a mérkőzésen a 24. percben. 8-7. És ez az, amiről beszéltem, hogy most fordul a kocka. A Győr nem élt a saját lehetőségeivel. Kihagyott 3-7 méterest. Zicsereket akkor, amikor több gólosra hízalhatta volna a differenciát. Ez ütött vissza. Aguilar, Hornyák, Müller, Aguilar, Lőke most szabadon! És erre sem fújnak, semmi Zicserben volt Lőke, azért ő nagyon ritkán lő így mellé. Ez érdekes volt. Mörk. Bejátszás és gól. 9-7. A Larviknak egy lehetőség kellett ahhoz, hogy kettő gólosra növelje a különbséget. Ez nagyon sajnálatos. Ambrose Martin időt kér, mert most rendbe kell tenni a csapatot. We are doing a super job in attack. We are finding the position. Good position in the shooting, okay? But we need to anticipate in the return hole. If somebody's shooting here, go before. Don't wait, nothing. No rebound. Go. And please, when we are there, in the balance, in the return, be ready. Because they play very fast the ball. Be ready. They only are using this. And this, but remember, we are getting good solutions in attack. Continue like this, moving the ball and attack. No problem. Shoot. Always find a good position for shooting. Come on. Det krävs också något. Vi har 2 tre hoppar golva gången för att ha misslig position. Men det är riktig mat. Vi har noen kontroll på linje. Sørge for. Vi går på de som kan skyte. Og det er stort sett Müller som vil skyte bakfra fra lufta. Og så holder de tempo etter, men hele tiden med den vurderingen. Vi kan sverre på utsiden av 2. Olyan beszédes adatot láttunk az imént. Ugye 16 lövésből csak 9-szer találta el az ellenfél kapuját a Győr. Na megvan a 10. Müller. És azért még valamit tanulhattunk abból, amit az imént láttunk, hallottunk. Ambrose Martin, amikor a csapat egy kisebb bajban, akkor biztos, hogy valami pozitívumot emel ki az időkérés elején, és utána próbálja megoldani a problémákat. Feljöttünk egy gólra. Mörk. Hammerzeng Edinnek, Edin test mellett. Nincs mentség, ki kell lépni, 10-8. Lőke várta Edint, ezt nem lehet. A teljes testét beleadta a lövésbe, lehetett látni a mozdulaton. Minden energia cseppecske a labda gyorsulására törekedett.
Lökkének rossz Knedlikova bejátszás, és most vissza kéne érni. Edin. Hammerzenk. Knedlikova. Nagyon aktívan védekezik. És azt is hallhattuk, hogy a lövés után nem kell a kipattanó, egyből vissza kell zárni, különben az üresen maradt helyen befejezi az akcióját gyorsan a norvég csapat, ezt többször láthattuk is. Hammerzenk. Edin. Mörk. Riegel üt, nagyon éles a szög, de belövi. 11-8. Három gól a Larvik előnye, és ez egy borzasztóan bosszantó első félidő eddig. A Győr gyakorlatilag a félidő felére tetemes előnyre tehetett volna szert. Ehelyett most három gólos hátrányban. Müller. Aguilar. Müller nem teszi be végül Lőkének. Lőké gyakorlatilag alig kap levegőt. Hornyák. Breivány megint lerántott egy embert, és megint nincs két perc. Nagyon ügyesen csinálja ezt, hogy a játékvezetők ezt így szeretik. Három és fél perc ebből a fél időből. Müller, Aguilar, Hornyák, Korsós. Hornyák, Aguilar, most tudta csak tovább tenni, óriási birkózások. Hornyák, Aguilar, szabad dobást adnak, és nem 7 méterest. Aguilar mosolyog rajta. Összezárta két védő, de azt azért vitatnám, hogy ez nem lett volna az ígyszer, hanem szabálytalankodnak. Aguilar beviszi, tovább teszi. Korsóst emelte ki Edin, és amit mutat a bíró, az nem kettő pont érte, hanem kettő perc. Ez a védekezés Hammerzenktől is elég tanulságos, hogy két kézzel letolta a földre az ellenfelet. És egyelőre ezt a fajta keménységet, amikor pokrócságot többnyire elnézik a bírók, ehhez kéne alkalmazkodni. Müller, nagy bejátszás, Lőke! Ez hetes és újabb kettő perc lehetne. Megállítják az órát legalább, az is valami. Szenzációs passz. És megint Breivang ússza meg. És még Jekstad az, aki reklamál. De a hazai pályát megpróbálják előnyükre fordítani. Korsós a hetessel. Ejt, és az ő ejtése bejön. 11-9. Lehet, hogy Korsósnak kellett volna már a második hetestől a büntetőket elvégezni, akkor most döntetlen lenne az állás. Nyitott védekezés, 5-1-es a Győrnél. Lehet, hogy ez csak emberelőnyben lesz így, de addig is hozhat valamit a konyhára. Mörk. Ő viszi tovább, Korsós odaér. A győri csapat 5-1-es védekezés zavaróval is játszott, aztán 5-1-es védekezést, 5+1-est emberfogóval is a két csapat első meccsén. Most Gekstad kér időt. Leglinka i mitten, Nora til høyre, Mari, så løper du fra kampen, løp vekk, så Nora får en mot en. Greit, så setter du fart der ute, Nora. Vi kan sikkert bruke noen sekunder til, men målet nå bare å sette opp Nora en mot en, og da det viktig med passningen fra midten. Ja, går du nærmere hvis du trenger det. Okay. Oi! Nora! Come on, girl. Hey, hey, no problem. Keep the concentration high, like always, okay? Remember, Jana, attention, Beputas, change the opponent. Korsos, don't let her play so easy. Make more pressing. And here are the pivot, Nisi, Anna. Anna, you always want more where the ball is, okay? And control very well the pivot.
Please, the hand. Don't go to the body. The hand down to the pivot. Now we can run. Na nézzük, mi jön. Mörk. Hammerzeng. Riegel üt. Engedték ezt az igen bonyolult akciót. Majdnem kihúzta a telet a Larvik ennél a kapunál. Még a norvég tél hosszú, Kovacsics ismét a pályán. Aguilar, korsós, és nincs bent. Megint egy hatalmas esély, most a felzárkózása toppanyag fontos pillanatokban hárít. Ez óriási helyzet volt, remekül végigjátszva. Kellett a kapufa is. Tán Tov sem hitte. Hétméteres Kovacsics, és még egy 2 perc is lesz belőle, ha minden rosszul megy. Márpedig most igen. Mörkhöz ért hozzá a levegőben Kovacsics. Riegel üt. Bent van, 12-9. Nem kötelező érvényű szabály ezen a meccsen sem, hogy ki kell hagyni az első 3 hetest. És most ember hátrányban a Győr. Legalább meg kéne tartani a labdát most már. Még 30 másodperc az első fél időből. Müller, Szeny, továbbra sem lő. Lassan már nincs is okuk kilépni a védőknek Szenyre. Aguilar, Müller, átemel, tovább játszani nem tudja. Müller, jó, megvan a labda, még egy pár másodperc, valaki menjen, végezze már el. Müller lő, ez pedig mellé megy. 12-9-re vezet a Larvik a Győr ellen. Egy nagyon furcsa első félidő után, amelyben sokáig vezetett a győri csapat, de soha nem tudott meglépni az ellenféltől, akárhány lehetőség is kínálkozott. A Larvik fordított, és egyből több gólosra hízlalta az előnyét. Jelenleg 3 a különbség, nem sokára jövünk vissza. Három technikai hiba és egy eladott labda a győri csapatnál, hát ez sincsen az előző mérkőzés szünetbeli statisztikájához, a 9-hez képest sehol. Itt pedig a góllövők. A két balszélső tart 4-4 gólnál. És hát ugye a hetesek hiányoznak nagyon, hogyha Kovacsics és Müller belőtte volna a büntetőket, akkor most döntetlen lenne az állás. Persze ilyen számítást azért nehéz végezni. Na hát most azért kezd rejtélyessé válni, ami Norvégiában történik. A német férfi csapatok mérkőzésein 15 perces szünet van, mert ott a helyi szponzorok és televíziók ezt kívánják meg, de arról semmilyen értesítés nem volt, hogy ez így lenne Norvégiában is, a hölgyeknél, de ezek szerint így van. Ember hátrányban a Győr, így kezdi a második félidőt, és 3 gólos a differencia. Szeny, Aguilar, Müller, Lőke nem tud bemenni, Bognár Bódi, Müller, Bognár Bódi, nincsen hely, Müller nem tud lőni, Aguilar nem viszi be, Müller a szép csel volt, Edin belakadt el, kapott egy kisebb medvepuszit. Ez roppant kellemetlen, és valóban az már nem kellene, hogy Müller is megsérüljön. Edin a térdét hagyta kinn, persze mondhatjuk nyugodtan, hogy az mindig is ott volt, a lábszára és a combja között. De itt ezt kitette, és ez nagyon fájdalmas. És egyelőre nincsen Müller a pályán. De jött-e valaki helyette? Most jött Hornyák. Lőke, Hornyák,
Szeny befordul, elvették a labdát lépés miatt. Sajnos Szeny támadásban gyakorlatilag semmi értékelhetőt nem nyújt. Legalább egy szabad dobást szeretett volna, de nem fújták be a portugálok. Kiegészült a Győr, Mörk pedig előtte, és most érdemes lesz arra figyelni, hogy a hosszú oldalról is úgy tűnik legalábbis, hogy cseréli a Larvik a balkezes átlövőt, azaz hasonló visszarendeződési gondokkal küzdhet majd a Larvik, mint az első félidőben a Győr. Ezt egyszer-egyszer szerzett labdáknál vagy hárítások után ki lehetne használni. Kovacsic irányít, Müller visszajött, Korsós a bal szélen. Löke, Müller, Szeny, bejátsza Lökének, szabad dobás lesz. Breivánk helyezkedett jól. Löke gyakorlatilag helyzet nélkül játszik, amikor Zicserbe került, akkor úgy tűnt, hogy a lövőkarját hátulról faltolják, de nem járt érte semmi. Szeny. Azt hiszem, hogy Ambrose Martin szólhatott neki, hogy csináljon valamit támadásban, mert az ellenfél figyelmét meg kell osztani, de ez a két próbálkozása eddig nem alkalmas erre. Hammerzeng. Edin Rigerud befut, Mörk. Edin lövi el, megpattan és gól. Teljesen erőtlen próbálkozás, 13-9. De nem kell erős ahhoz, hogy gól legyen. Szeny nyúlt bele. A második félidő első két és fél perce nem az orosz játékosé volt, ezt megállapíthatjuk. Korsós. Szeny. A közönség ébresztőt kiállt. Szeny. Müller bele a blokkba. Korsós! Nem fütyülnek, megint nem adta két méterre. Zicserben esett el Korsós, mintha két kézzel lökte volna Hammerzeng. Mörk. Edin Grimsbø hatalmas védése. És nincs gyors indulás, visszarendeződött a Larvik időben. Kovacsics. Szeny. Müller helyére Hornyák jön. Nem tudom, hogy most ennek mi az oka. Vagy Müller nem tartotta be a taktikai utasításokat, és emiatt beszélget el vele Ambrose Martin, vagy pedig az az iménti medvepuszi mégsem esett olyan jól. Bognár Bódi, nincs hely, meg bátorság sem nagyon most már. Szeny Kovacsicsnak nem jó, Edin két kézzel rántja el. Ezek a faltok azért nagyon a határon mozognak, amelyeket rendszeresen látunk a fehérmezesektől. Korsós, Kovacsics, ellövi ő, és megint a kapufa. Ambrose Martin tapsolja meg a játékosát, az a baj, pekje is van a Győrnek. Az imént a megpattanó gól Edintől, a sokadik kapufa győri részről. Így ez nagyon nehéz. Hammerzeng, Mörk. Edin. Mörk. Edin. Milanovic Litre. Tán két embert is fogott, de végig játsszák. Befutott irányító posztról. Hammerzeng, ő volt a második beálló, és ő szerzi a gólt. 14-9. Ambrose Martin pedig nem vesztegeti az időt. Megállt a támadó játék. What is this? What is this? Listen to me. This is not what we have been expecting. No discipline. No moving, no the ball in attack. I'm here too much relaxed. No contact. No foul. No before. We can do it better. And we have to do it better. Everybody, forget the mistakes and fight for the next one. Come on. Get there. Come on.
Vi sliter enormt når vi setter opp tempo. Sliter med å henge med. Så regner vi nå at det fortsatt blir mye søk på linje. Det Müller som har skuddet. Så, ja, Karo. Smalere på det Müller og Heidi, så får det heller gå på utsiden med Anna Sen på det skuddet. Det helt fint at de skal flytte ball, fortsatt de kan spille inn til Heidi. Part på det vi gjør, smarte valg. Ja. Vi gjerne har en ener også, hvor vi trekker vekk fra midten, og Anja kan skyte tidlig fra midten. En høyre vanlig. Ezt a hangkort az este nagyon szokhattuk meg Ambrose Martintól, alig, ha nem azt szeretné ő is, amit a közönség kiabál, hogy felébredjen a csapata. Nincs mozgás támadásban, mondtam, hogy teljesen megállt a támadójáték. Ezen kell változtatni. Szennylövését Toft védi. Igen, a kézilabdában az, hogy félkarú óriás, az nagyon kevés. És ez a csapat nagyon úgy tűnik, hogy most abszolút félkarú, féloldalas. Edin, test mellett, Grimsbø. Azt hiszem, hogy rajta nem múlik. Rossz az indítás, visszavontam. Rajta is múlik. Korsós állította meg Mörköt. Nem képes ellenfeléről lefordulni a Győr. Gyors akciót vezetve gólt szerezni, ami ugye a könnyű gólok közé sorolható. Az ellenfél ezt azért néhányszor már megtette, ezúttal Fráfjord szabálytalan bent. Szeny, Kovacsics, Korsósnak teszi le, ez sincs bent. Toft. Egészen döbbenetes. Toft egy jó kapus, dán válogatott, de érzésem szerint nem tartozik a világ elitbe. Hát most talán felküzdi magát. Edin. Eladott labda, Lőke szerzi meg, pedig az ellenfél is hibázik rendszeresen. Csak most már be kéne lőni egy akció végén a kapuba a labdát. De az időkérésnél mutattak egy statisztikát, hogy 14 kaput eltaláló lövése volt a Győrnek 35 perc alatt. Ez döbbenetesen kevés. Müller. Szeny. Jó a csel. Mörk állította meg, aki most bent ragadt védekezésben. Egyébként hozzátenném, hogy ez nem olyan nagy baj a Larvik szempontjából, mert Mörk ragyogó védő is, csak nem biztos, hogy van energiája támadni és védekezni egyszerre. Kovacsics viszi be, szabad dobás. Most menne le Mörk, sietni kéne. Nem veszik észre a győri lányok időben. Egyszerre megszüntetik a folyosókat. Szeny, Kovacsics, most ott volt hely, talán be lehetett volna vinni. Szeny, most megvannak a keresztmozgások, csak a labda nincs. Solberg, rossz indítás, Müller szerzi vissza. És Szenyt most már lehozza Ambrose Martin. Hornyák jön, ő szerepel középen támadásban. A második félidőben még nem szerzett gólt a Győr, és ez már a 9. perc. Hornyák, most megvan a helyzet, mondom én, de megint odaértek, Müller tovább, a labda pedig a Larviké. Müller nézett szúrós szemmel a portugálokra, akik azért a kétséges helyzetekben, mondhatom, hogy nem kétséges, hogy hova ítélnek. Hornyák és Müller ezúttal a 2-3-as védő, nem sikerült cserélni. Hornyák bíztatja a többieket. Rigelüt, Mörk, Edin, Grimsbø. Grimsbø nagyjából 50%-kal véd, a 43 volt a szünetben, Lőkét tüntették el megint. Ezekkel nem törődnek a portugálok. Rengeteg esés a hatos vonal közelében a magyar játékosoktól, melyek után nincsen sípszó. De persze megállapítani, hogy maguktól dőlnek-e, vagy a védők teszik ezt velük, nagyon nehéz.
lassításokat nem kapunk az esetekről. Kovacsics most a kezét megfogták, méghozzá szerintem zicserben, de csak szabad dobás lesz. Mörk megy le. Persze, amikor hetesért kiállt az ember, akkor félve teszi a büntető statisztika miatt. Kovacsics. Az jó. Löke eljutott hozzá végre, és gólt szerez, 14-10. Elmozdult a Győr erről az átkozott 9-esről. Elléptek Löke elől, mert ketten is belül álltak. És most összejöttek a cserék, megint a két-hármas védőjét cseréli a Győr. Milanovic Litre is szenny a pályán. Breivang beviszi, ez most nem megy be szerencsére, Bognár Bódi. És most talán még egy gól azért hitet adna. Szenny, mert itt mintha az kezdett volna elfogyni. Fráfjord volt szabálytalan. Ambrose Martin próbál valamit Szennyel megértetni. Müller, Kovacsics. Korsós, megint elindul a figura. Lőke megint Riegelüt és Breivang között. Megint bemegy! Óriási belülvédekezés volt. Lőke ezért reklamál. Megfogta Toft. Innen érdemes lesz majd nézni. És Riegelüt a fele kaput takarja egy méterrel belül állva. Egészen egyértelmű belülvédekezés. Nem tudom, a portugálok mit néztek. Nincs hetes. Breivang. Mörk. Zitzer, Fráfjord, Grimsbø. Hatalmas védés volt ez is. Müller. Nagyon érdekes a hetesek megítélése, Lőke megint szóvá tette a portugáloknál. Ez az utóbbi egy egészen egyértelműen elmaradt büntető volt. Kovacsics, Müller, mellé megy, pedig most elmozdult Toft a másik irányba. Edin, Breivang, Riegelüt, Amerzeng. Szenny nem tudott bejönni, Hornyák és Milanovic Litre a két-hármas védő. És most Gyekstát kér időt, mert a csapata támadójátéka most lelassult, és hát igazából itt a szerencsén és a Győr kihagyott helyzetei múlott, hogy nem csökkent a differencia jelentősen, meg részben a játékvezetők, akik nem hajlandók hetest adni. Så Anja klar for skudd i midten. Det vil si at du blir liggende i midten, klar for skudd. Og Nora kan slippe den videre, hvis ikke det mulighet. Ja, gjør det med plasset. Du kommer i midten. Og så handler det fortsatt om jenter nå. Og sørger for at vi setter fart bare oppe. Spiller den passningen litt før de forventer. Og så er det å sette ballen i mål. Ja. Og fortsette å løpe kontraen vår. Sant? Kom igjen nå! I know it's difficult, okay? But now the question is to put the goal inside the goal. Only this. And keep high the concentration. We are moving very well the ball and getting the spaces. Missy, Susan, and Hagi, some long pass, okay? Also in this one, they are inside, no problem. Du or Heidi, remain open, because after we have Missy and Susan out. Okay. Nagyon kevés a gól a második félidőben. Ugye összesen láttunk hármat. Edin, Breivang, Milanovic Litre fogja meg. Breivang, Edin. Edint Milanovic Litre fogta, és Edin elkezdett csapkodni. Itt látjuk, Milanovic Litre kemény, de
Tedin visszaütött. Mörk. Edin lövi el. Kapufa. Solberg szedi össze. Azt hiszem hetest adtak, most észrevették a belülvédekezést. Próbált összezárni Bognár Bódi és Lőke, de nem jött össze. Íme Bognár Bódi volt nagyon-nagyon belül, látványosan. És Lőke meg a földön marad. Ez nem mondhatni, hogy régi szokása lenne, úgyhogy kicsit idegesítő. Jegelni kell. Valószínűleg Solberg, hogy felugrott, eltalálhatta Lőkét. Ha sikerült volna a vonalon kívül maradni, akkor ez egy belemenés. De csak Lőkének sikerült, Bognár Bódinak nem. A második félidő 14. perce, 14-10. Nem. Úgy tűnik, hogy Lőke akármilyen fájdalmai vannak, marad a pályán, nem megy le egyszerűen. Herra kapuban. Rigelüt a hetessel. Belövi. 15-10. Hornyák, Kovacsics és Müller adogat, és ahogy hallottuk Ambrose Martintól, néhány hosszú paszt is meg kell kockáztatni. Hornyák, Bojtász, ő állította meg. Most Hornyák reklamál, lehet, hogy ő is úgy érezte, hogy Bojtász belül állt. Bognár Bódi, Müller, Hornyák, Kovacsics. Müller, az átemelés nem jön össze, Vojtas hajtja félbe Müllert. Vojtas a második fél időben most először van pályán, Hornyák bevinné, megpróbálja ballal, szabad dobás. Először passzolni akart Hornyák, azért azt el kell ismerni, hogy nagyon jól használja ki a Larvik azt, hogy nincs távolról lövő ereje a Győrnek. A hatos előtti sűrű védekezése szinte hibátlan orvéd csapatnak. Korsós! Na, észrevették, hogy Rigelüt belül van. Nagyjából hasonló helyzetben nem adtak hetest az imént Lőkének. Lőkét ketten fogják, és így is képes kipasszolni. Rigelüt pedig hiába menekülne. Jön a büntető. És jön Korsós. A mezőny első 5 gólosa lehet. Csak legyen. Korsós. Kegyetlenül. Nagyjából úgy, ahogy Rigelüt a túloldalon. És közben lehet, hogy megsérült az ujja. Méghozzá a lövő kezén a gyűrűs ujj. Mint ha azt tapogatta volna. Mörk. Breivang. Bojtász. Mörk, hatalmas csaták, Breivang véd, Szeny, Lőke menne, Mörk nem tudja megállítani, Lőke viszi még, Bognár Bódi bent van, 15-12, azt nem mondom, hogy egy sima ellencsapás volt, akadozott rendesen, de csak végig ment, Lőke nem hagyta magát megállítani. És visszaáll a 3 gólos különbség, ami a szünetben is volt. A második félidő 3-3-ra áll. Breivang. Hornyák. Nagyon jó védekezés. Fráfjordot megfogta még mielőtt eszébe juthatott volna, hogy a kapu felé forduljon. Breivang. Fráfjordnak. Aki nem tudom miért Hornyákra helyezkedik. Talán azért, hogy ne tudjon Mörkre kilépni. Vojtász. Rigelüt jön, Mörk, ez bement. Pedig remekül védekezett most a Győr, és nagyon a passzív határán volt az ellenfél, de Nora Mörk első gólja megvan.
neki lényegesen kevésbé megy, mint a két csapat első meccsén. Hornyák, Aguilar, Löke, Hornyák és Müller. Hornyák, Löke, most őt fogják. Breivang nagyon-nagyon kemény. Korsós. Hornyák, Aguilar tovább, Müller be lehet vinni. Jól van. Megvolt a hely. Erről beszélt Ambrose Martin, ezt magyarázta, hol erőteljesebb hangütéssel, hol pedig finoman, hogy megvannak a helyek, ki kell használni. Csak olykor a bizonytalanság miatt hiányzott a lendület. Breivang. Solberg teszi be, a Zitzer, gól is, Kráfjord. A győriek kénytelenek kilépni a lövő játékosokra, ugye Vojtaszra, Mörkre, a felkanyarodó szélsőkre, mert Riegelüt és Solberg is képes átlövésből gólt szerezni, és ez területet biztosít a beállónak, aki többnyire azért elég jól mozog el a védők mögött, és kínálja a paszt. Müller, Hornyák, Müller, Aguilar, Müller, le a sarokba, rossz átadás volt. Bognár Bódi nem tudta összeszedni. Pedig most megvolt az esély, legalábbis néhány percig úgy érezhettük, hogy közel kerüljön a győr. De most megint 5 gólért támad a norvég csapat. Grimsbø biztatja a védőket. Müller és Aguilar az, aki csak támadásban van fent. Az ő helyükre jön Szenny és Milanović Litre. Tehát egyelőre úgy állnak a dolgok, hogy a teljes veretlenségi sorozat után az idegenbeli veretlenségi sorozatát is elveheti a Larvik a győrtől. Mörk csak belőtte. Érdekes csel volt, kicsit mintha beletopogott volna, de megvan a második gólja, 18-13. Hornyák, Aguilar, Müller, most nagyon szűk ott a pálya, Müller, kütyültek. Lejjebb lépett Korsós, és gyakorlatilag a harmonikát összenyomta ezzel a védekezést is, megszűntek a helyek, Müller húzza le, Bognár Bódi nagyot kiált, kihagyja, nincs ítélet, és Bognár Bódi lemarad. Vojtász, hát igen, belépett Bognár Bódi el, és megvolt a kontaktus. A nyári játékvezetői utasítások alapján az ilyenre 7 méterest kéne adni, de hát kevés bírópáros van, amelyik ezt betartja. Nesretre Vojtász betartott Bognárnak. Ugyanis rengeteg sérülés volt az előző szezonokban a szélsők esetében az eléjük félig meddig testtel belépő védők miatt, és erre külön felhívták a játékvezetői tanfolyamokon a figyelmet továbbképzéseken. Vojtász elnézést kér Bognár Bóditól, amivel olyan nagyon sokra nem megy sem Bognár Bódi, sem a győr. Ez a Larvik nagyon-nagyon hosszú idő óta Európa egyik legjobb csapata, ahogy a győr is. De úgy tűnik, hogy jelen felállásban a Larvik számít erősebbnek. Vojtász, Mörk. Vojtász tovább, Breivang le a sarokba, Solberg beugrik, Grimsbø. Nagyon éles volt a szög, és nem is igazán volt lendülete Solbergnek, aki viszont az északi szélsőkre jellemző módon minden szögből képes lőni.
És hát olyat, hogy kétség nem nagyon ismer. Tíz perc van a végéig. Öt góllal vezet a Larvik. Korsós, Aguilar, Hornyák, Korsós befutott második beállónak. Aguilar, Müller, Bognár Bódi, Solberg. Hát ez egy nagyon jó szabad dobás. Itt van a lehúzott labda. Ezt el akarta játszani Bognár Bódi, még mindig egyszerűbb, mint lőni. Müller, top belenyúl. Hatalmas helyzet volt, és jön Solberg. És erre most megadják, azt hiszem, hogy a hetest is, és a két percet is. Itt volt a kapufa Müllertől, a Győr pedig emberhátrányba kerül, és hetes dob Riegelüt. Kíváncsi lennék azért a szabálytalanságra, mert azt nem láthattuk élőben. Nem, Bognár Bódi a pályán maradt, de valaki kapott egy két percet. Grimsdő hozzáér. 19-13. Lökke a két perces. Ez most nagyon nagy verés. És négy gólt szerzett a Győr a második fél időben. Kovacsics jött a bal szélre. Müller, Hornyák, Hamerzeg. Kicsit olyan, mintha az adódó lehetőségektől is megijednének a győriek. Most is Hornyák a lendületből megy, akkor tán bevieti. Így, hogy morfondírozott. Már nem volt idő. Müller, Hamerzeg. Erre a meccse pedig a Larvik azt hiszem, hogy csúcsra járatta magát. Müller. Hornyák, Müller, ellövi, nagyon nagy gól. 19-14 ember hátrányból. Susan Müller négy gólos, de 12 kísérletből. És ugye a kimaradt zicserek igazából a bosszantóak, melyekből volt nála is. Vojtas, Edin, Mörk. Hornyák fogta meg a beállót, erre is adnak egy két percet. Ilyen fogásból a meccsen láttunk, szerintem egy tucattal körülbelül. Kettős ember hátrány, a portugálok nem kegyelmeznek. Mörk, Solberg. Nem tudja belőni, legalább ez. -45%-kal véd Grimsbø. Most mondjuk ehhez nem biztos, hogy hozzáért. Nedlikova jön a jobb szélre. Müller, Aguilar, Kovacsics, Lőke. Ez a teljesítmény azért bizonyos szempontból ijesztő. Ez a rengeteg dekoncentrált befejezéssel. Meg az ilyen hibákkal. Aguilar ember hátrányban, nem szabad ilyet elkövetni. Egy egészen fura védőtös maradt most fenn a pályán. Nedlikova kettes védőként, Edin. Mörk, Edin, beküzdi magát és belövi. Egészen széles passzáló mozdulatokkal csinált magának Edin helyet. 20-14. Lőke nem merte megfogni. Müller, Kovacsics, Aguilar, Müller, Vojtas fogja meg. Aguilar, őt is rángatják, legalábbis szabad dobás lett belőle. Gyakran a cselek túlzottan a
falon indulnak, ott pedig ebből az 1000 karulényből kettő mindig képes kinyúlni és megfogni az éppen labdával bíbelődő Győrit. Ambrose Martin kikéri az utolsó idejét. Gianna and Corsos, we take playmaker, you and you that side, okay? Maka, you go to the wing, Missy, you go there. Make pressing, a lot of pressing, helping. It's not only individual. If they go out, you help. And Anna, and here, this side, attention with the shooter. Okay, probably the wing will come. Change the opponent from that side to here, okay? And play good 2x2. In attack. Okay, yes, we are 6 seconds, one less. Play, foul, and after 6 against 6. Let's make Dupla in the middle. Heavy outside, Dupla in the middle, heavy outside and round. Okay, from the second, run to the middle. Go. Vurderingen har vært bra hele kampen, så vi bare fortsetter å kjøre på det vi kan kjøre på. Det er klart det er viktig nå å holde seg på banen. Holde seg på banen. Stå tett, går en kantspiller, så slipper vi. Her oppe, her gjelder det fortsatt å tørre. Sette fart på. Jeg vil ha Karo. En seks høyre. Alina. Ja. Müller, Aguilar. Mindjárt kiegészül a győri csapat. Ambrose Martin nagy nyomás alá akarja majd az ellenfelet helyezni. Hornyák, szép gól. 20-15. Nagyon fontos lenne a szezon további része szempontjából közelebb kerülne a Larvikhoz. Legalább azt érzékeltetni, hogy nincs nagy differencia a két csapat között. Mert azért az ilyen meccsek nyomot hagynak mindenképpen. Mind a kettő félben, a győztesben is. Ez azt hiszi és tudja, hogy jobb, és a vesztesben is. Időkérés most Gyekstáttól. Nem tudom, mi az, amit nem tudott az imént elmondani. Ebben a feszült helyzetben most ő is változtatni, akkor nyilván a megváltozott győri védekezés ellen ad tanácsot. If the pivot open, if the pivot go, heavy, you go, individual, and Anna with the pivot. Very important when they run without ball. Yeah? Is she running? Yes, you go with her. It's very difficult to change, long change. Okay? Only if you are in the same line and the pivot go and Riggin will come, then this. Okay? Make pressing. Don't let them to play very easily behind you. Make them pressing. In the past they are no problem. Okay? Go. Megint ez a nagyon nyitott védekezés Knedlikovával elől. Mörk döntötte be végül is Fráfjordot. Ezt a védekezést eddig nem nagyon láthattuk, de reméljük, hogy nem is válik szokásába a Győrnek, mert ha igen, az azt jelentené, hogy a csapat bajban. Ezt csak akkor lehet elővenni, hogyha nagyon sürgősen kellenek a gólok. Aguilar, Szeny, Knedlikova. Ezt most befújják hetesnek, Solberg szerintem joggal csodálkozik, mert lényegesen súlyosabb esetekben nem ítéltek eddig hetest. De itt látszik, hogy a lövőkart megérintette, visszafogta Solberg. És még 2 perc is, lehet, hogy a portugálok most már kompenzálnak egy kicsit. Hát, korsós. Toft véd. A 4 perccel a vége előtt 4 gólra feljöhetett volna a Győr, és emberelőnyben játszhatott volna. Müller! Na, ez még érvényes. Pont 4 perc a végéig, és pont 4 gól a különbség. És emberelőny. Hát, ha létezik csoda.
Toff nagyon mérges a kapufára, mert eddig ugye javarészt kisegítette, mert ez nagyon messze volt ezúttal a léctől. Edin! A Kovacsics figyel, akkor meg lehetett volna a labda, Rigelüt gyötörné magát tovább. Korsós, Kovacsics, Knedlikova, egy roppant agresszív, nyitott védekezéssel próbáljuk most a labdát megszerezni. Egyelőre járathatják a norvégok. És azt nézem, hogy igen, türelmesek a portugálok. Nem emelik a kezüket. Itt már semmi másról nincs szó, csak az időéléséről. Vojtas. Most emelték passzívra. Nincs lövés, Korsós lépett ki. 3 méter mutatja Breivang. A Szeny pedig tájékoztatja róla, hogy honnan kell a szabaddobást elvégezni, és hogy onnan kell a hármat mérni. Vojtasnak készítenek elő. Vojtas ugye a győri mérkőzés utolsó 4 Larvik gólját szerezte. Ez meg egy nagyon gyenge próbálkozás tőle. Grimsbø indít. Zitzer, löke, gól! 20-17. 3 perccel a vége előtt, 3 gól. Hát persze ez is hatalmas differencia ebben az időtávlatban. De ki tudja? Volt már 6 is. Mörk, Edin, Hammerzeng. Rigelüt fenn a bírók keze megint. Vojtas nem lő. És mehet tovább. Löke indít. Méghozzá remekül. Szenzicere. Gól! 20-18. És még több mint 2 perc van. És ez a 18 gól az eddigi legkevesebb, amit BL meccsen lőtt a győri csapat, de legalább most már nem önmagában, hanem holtversenyben egy 2011 márciusi szintén Larvik ellen játszott találkozóval. Korsós állította meg Edint. És Edi rábeszélésére kiállítja a játékvezető Korsóst. Hát eredetileg nem akarták, nem tudom, mi történt. Szemből nem látjuk. Kemény ütközés volt, az biztos, de hogy Edint hol talált el Korsós, ebből a szögből nem lehetett észlelni. Na, ember hátrány, akkor azt hiszem, hogy a remény oda, mert ebben nem lehet nyitott labdaszerzésre törekvő agresszív védekezést folytatni. Ölheti az időt a Larvik, ha akarja. Mörk, hatalmas hely, Zolberg, és ez bemegy a kapufáról. 21-18, azt gondolom, ezzel tett pontot a Larvik a mérkőzés végére. Müller, Aguilar, Medlikova és Toft védése. 21-18. És hát, ha a szívünkre tesszük a kezünket, és nem kell közvetlenül rá, hanem elég a mellkasunkra, a szív fölött, akkor azt el kell ismerni, hogy ezen a napon a Győr nem érdemelt győzelmet, sőt, pontot sem nagyon. A Larvik jobban játszott, a Győr támadójátéka túlzottan egysíkú volt, kiismerhető gyakran az ellenfél védekező stratégiája, hogy a vonal előtt nem hagy helyet, abszolút bejött. Ennek ellenére egy viszonylag szoros végeredmény születik majd. Kovacsics, Aguilar, Müller, Löke, 21-19. Ember hátrányból a gól. Egyelőként gyakorlatilag a 40. percig nem is találták meg labdákkal a társak. A győri csapat a végére csak visszaküzdötte magát, és ezzel legalább azt igazolta, hogy csapatként nem hullott szét, hogy akkor sem a játék olykor-olykor bizony hagyott kívánivalót maga után. De azt ma a Győr nem tudta megakadályozni, hogy egy ilyen pörgetett lövéssel a végén Solberg még jelezze, hogy a Larvik nagyon elemében volt azok után, hogy az első félidő közepén átvette a vezetést, és megszerezte a csoport elsőséget. Amrosz Martin nagyon-nagyon dühös, és ezen a képen látszik, hogy ő valóban minden mérkőzésen nyerni akar. Ez most nem jött össze,
Ambrose Martin megy és kiabál valakivel, azt hiszem a két portugál játékvezetővel, és nem nagyon lepődöm meg rajta. Az ibériai